Na hát láttunk itt nagyon jó dolgokat a lányoktól, főleg a második fél időben, ami talán dinamikusabbra is sikerült. Kapitány, hogy értékeli ezt a mérkőzést? Hát szerintem 60 percen keresztül nem lehet panasz a dinamikára, mert elég gyorsan játszottunk. Csak mondom, az első fél időben ott a 15. és 22. perc között olyan hibákat követtünk el, amit nem szabad volna. És ott éreztem, hogy valahogy bizonytalanok lettünk a védekezésbe, és a beálló kerülő játékot nem tudtunk megoldani. Fél időben megbeszéltünk, és szerintem amit akartunk teljesíteni, második fél időben teljesítettünk. Ugye sajnos Bordáséket kipirosáztak, mennyire kellett azon gondolkodni, hogy most akkor mi lesz a hiányában, mennyire kellett egy kicsit átszervezni a második fél időre a csapatot emiatt? Hát a Füzita Vizi Petra szépen megoldotta ezt a pozíciót, ott a Papniki mellett, de nehéz dolgunk van, igen, hogy te hármas védők nincsenek sokan, és az meg össze is kell, hogy szokjanak, de mondom, most mai napon megoldottuk. Mérkőzésről azt nyilatkoztat, hogy megoldást kell találni a Balát lövő posztra, Kucora Csenge lesz akkor végül is a megoldás, mert ma nagyon jól szerepelt. Hát igen, de Csenget is tudjuk, hogy ő is olyan hollandza teljesítményekre képes, ma tényleg nagyon jó volt, de egyedül nem tud játszani 60 percet, meg kell találni még olyan személy, Balát lövő irányító, aki ott ezen a poszton tud majd játszani. Miben fáradtál jobban a kezed a góllövésben, mert hogy ma tizet szóltál, vagy az aláírásokban, mert hogy nagyon sokáig osztogattátok itt az aláírásokat a szurkolóknak? Mindkettő, de azért örülök, hogy mindkettőben így el tudott fáradni a kezem. Na, de komolyra fordítva a szót, jó kis felkészülési mérkőzés volt ez számotokra. Hogy láttad, talán a másik fél, de az sokkal jobban sikerült, mint az első? Igen, itt a fél időben meg tudtuk beszélni, hogy miben kell pontosabban játszanunk, és hátul a védekezést is jobban össze tudtuk rakni. Úgyhogy nagyon jó felkészülési mérkőzés volt, sokat tudunk belőle tanulni szerintem, és biztos fogunk is. Ugye szövetségi kapitány a mérkőzésre arról beszélt, hogy meg kell találni a megoldást a Balát lövőre. Most te lehetsz az a megoldás? Mert hogy ma tényleg jól játszottál, persze heteseket is lőtted mellette, úgy jött össze a 10 gólod. Igen, remélem ezzel meg tudtam mutatni azért, hogy jobb is tudok lenni, és megbízhatóbb, úgyhogy ez majd kiderül. Sziasztok! Ugye volt azért egy 6 perc ott az első fél idő végén, ami nem sikerült túl jól nektek, ott mi történt? Szerintem a védekezésünk egy kicsit így összeesett, és nem tudtunk feltani a beállót, nem tudtuk úgy megkerülni. Ez volt szerintem a legfőbb indok, de tényleg meg tudtuk ezt beszélni fél időben, és hál' Istennek azért a második fél időben sokkal jobban ment. Így van, most jól sikerült a második fél idő eleje, ugye az a legutóbbi világversenyen rendre nem úgy sikerült, ahogy terveztétek. Erre nagyon készültetek? Igen, megbeszéltük, hogy ez nem mehet így, és hál' Istennek ezen sikerült változtatni.